Szabadka központjától mindössze pár kilométerre is sárban és gödrökkel teli utakon járnak az emberek. Nem csak az aszfalt hiányzik, hanem a szennyvíz elvezető csatorna is. Már az ötödik pöcegödröt csináltam az idén. Hát 30 éve már ez az utca ígérve van, hogy megcsinálják. Talán most került rá a sor. Talán. De nem tudom biztos, hogy kész lesz. Mikor jön a mentő, szólunk a mentőknek, hogy vigyék el őket, akkor kordágyon viszik ki, mert itt olyan sár van. És ez annyira ritka talaj, most ez föl lesz mozgatva, ez itt egyszerűen nem lehet menni. Aszfaltozás egyelőre itt nem lesz, de hét utca lakói pár hónapon belül rákapcsolódhatnak a szennyvíz elvezető csatornára a vasutas helyi közösségben. Ez egy 20-25 éves várakozás után történik meg, de remélem, hogy ebben tempóval, hogy haladunk, ahogy elkezdtünk haladni, a többi része a helyi közösségnek is le lesz fedve. Különösen gondolok a 7-es kollektorra, ami szintén nagyon is szükséges a többi részére, mert ez a kollektor 5-ös, ez tulajdonképpen csak eddig lehetett használni, mert a kapacitása vége. A munkálatok elvégzéséhez szükséges eszközöket az önkormányzat, valamint a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat biztosította. Sasa Vucinic polgármester a helyszínen azt nyilatkozta, lépésről lépésre kell a problémákat megoldani. Da sam ubeđen da će ovo biti gotovo iz prostog razloga što ovo finansira grad i vodovod. Dakle, sve ono što finansiramo kao grad i kroz naš budžet ja mogu da garantujem da će biti izvedeno, jer onda znam i dinamiku plaćanja prema izvođačima. A munkálatok befejezésének határideje 45 nap, a beruházás összértéke 6,5 millió dinár.